Alkalmazkodva a járványhelyzethez idén online és offline tartja meg programjait a Csiperó Ifjúsági Fesztivál. Július 5 és 9-e között szakkörökkel várják a fiatalokat a Csiperó udvarán a Kápolna utca 24-ben. Délelőtt kreatív szakkörön, délután pedig fotós videós szakkörön vehetnek részt a középiskolás diákok. A mai napon a kamera használatát és az interjú készítés csinyát binnyát tanulhatták meg a fiatalok. Berei Andrea az Európa Jövője Egyesület elnök elmondta, a hagyományosan Kecskemét főterén bemutatkozó külföldi gyermekcsoportok produkcióit idén virtuális formában élvezhetjük, ugyanis a külföldi partnerektől bekérték a bemutatkozó filmeket, amiket a Csiperó közösségi oldalain lehet követni. A nagy gesztenyefa alatt pedig élő koncertekkel várják majd a világzene kedvelőit, a nemzetközi tremoló projekthez kapcsolódva látják vendégül három ország 24 zenekarának három nyertesét. Fiatal amatőr zenészek fognak bemutatkozni csütörtöken és pénteken este. A programokról és a mai szakkörről bővebb összeállítást láthatnak kiemelő magazinunkban.